Részecske fizikáról szeretnék beszélni, ez az, amivel foglalkozom, és az a reményem, hogy akkor arról sikerül meggyőzni mindenkit, hogy ez tényleg egy érdekes terület, ami egyrészt önmagában érdekes, másrészt, ha valaki tényleg érdekesnek találja, akkor itt az ELTE-n lehet ezzel foglalkozni, de egyébként a világon szinte bárhol. És akkor, hogy valahonnan el tudjunk indulni, valami ilyen alap dolgokat beszéljünk meg viszonylag röviden. Tehát a részecskefizika az ugye a fizikának a része, a fizika valahogy a természettudományon belül van, és a természettudomány, vagy legalábbis a modern természettudományról, hogyha valami egész minimális követelményeket szeretnénk vele támasztani, hogy mivel foglalkozik a modern természettudomány, akkor azt valahogy ezzel a két dologgal tudjuk leginkább leírni, hogy csinálunk kísérleteket, ezeket a kísérleteket próbáljuk értelmezni, és ezekből a jövőbeni kísérleteket meg próbáljuk előre jelezni, vagy jósolni. Szóval telik múlik az idő, amiket jósoltunk, azokat kipróbáljuk, hogy tényleg úgy van-e, és akkor azokat, ha úgy volt, akkor örülünk, ha nem úgy volt, akkor próbáljuk őket újra értelmezni, és akkor körülbelül ennyit próbálunk csinálni. És ugye ez roppant egyszerű, olyan triviálisnak tűnik, de ezek ugye egyáltalán nem egyszerű feladat. A kettő közül egyik se egyszerű. És ahhoz, hogy egyáltalán el tudjunk indulni, néhány alapfeltételezéssel kell élnünk, hogy egyáltalán bármiféle fogódzónk legyen. És az első dolog az, hogy egyáltalán feltételezzük, hogy van valami körülöttünk, amit általában természetnek hívunk, ami minket körülvesz, és amit meg lehet figyelni. Aztán azt is feltételezzük, hogy ezt a dolgot, a természetet, amit megfigyelünk, az nem csak megfigyelni lehet, hanem meg is lehet érteni. És azt is feltételezzük, hogy ezt valamilyen törvények mentén tudjuk megérteni. És azt most nem fogom nagyon promptosan megmondani, hogy mit értek törvények alatt, de a két legfontosabb tulajdonság ezeknek a törvényeknek az az, hogy azt tételezzük föl, hogy ezek a törvények, amik a természetet leírják, ezek időben állandók. Tehát, hogyha én felfedezek valami új dolgot ma, akkor nem gondolom azt, hogy az csak mától van, hanem azt gondolom, hogy ha ma látok valamit, ma kitalálok valamit, akkor az valószínűleg működött tegnap is, vagy régebben is. És azt is feltételezzük, hogy azok a törvények, amiket tapasztalunk, azok térben is állandók. Tehát itt a teremben feltételezzük, hogy ugyanazok a törvények uralkodnak, mint messzi galaxisokban, vagy bárhol a látható világban. És akkor ezek olyan egyszerű dolgoknak tűnnek, és megkérdezhetjük, hogy vajon honnan tudjuk, hogy ezek tényleg így vannak, ezek a feltételezések. És a lényeg az, hogy ezt nem tudjuk. Ezek tényleg csak feltételezések, ezekről gyűjtjük az evidenciát, úgy tűnik, hogy ezek a dolgok így vannak, de persze soha biztosak nem lehetünk benne, ezek olyan feltételezések, amikre elég sok evidenciánk van, annyira sok, hogy ilyen praktikus hozzáállással föltételezzük, hogy akkor ez így van. És de persze ez nem kötelező, hogy ez így lenne. Nem kötelező, hogy ez így legyen. El tudunk képzelni olyan világokat, ahol ez nem így van. Elég sok sci-fit olvasunk, akkor ott látunk mindenféle olyan világokat, ahol ezek az alapfeltételezések nem állnak fenn, de a mi világunkban úgy tűnik, hogy ezek egész jó feltételezések. És leginkább az a lényeg, hogy ha véletlenül ezek nem mégse lennének így, akkor azokat valószínűleg észrevennénk. És per pillanat úgy néz ki, hogy ezek egész jó feltételezések. És ugye ahhoz, hogy ezt a dolgot tudjuk csinálni, hogy a múltbeli kísérleteket tudjuk értelmezni, illetve a jövőbeli kísérleteket tudjuk előrejelezni, az eredményeket, ez nyilván két dolog kell. Kellenek kísérletek, meg kellenek nekünk elméletek. És ebben nem fogok túl részletesen belemenni, hogy mit értünk a kettő alatt. Lehet finomítani, hogy egy kísérlet az lehet olyan, hogy tényleg én csinálom kontrollált körülmények között. Lehet olyan, hogy igaziból csak megfigyelek. Például az univerzum egészével sok kísérletet nem lehet elvégezni, nem tudok csinálni sok univerzumot. Tehát ilyen apróságokban nem fogunk belemenni. Valószínűleg mindenkinek van valami a fejében, hogy mit értünk kísérlet és elmélet alatt. És akkor a következő nem triviális kérdés, akkor hogy fogjunk ehhez hozzá? Tegyük fel ezeket a
feltételezéseket elfogadjuk, feltesztjük, hogy ezek a dolgok így vannak, amiket itt megbeszéltünk, és akkor hogy fogjuk a múltbeli kísérleteket értelmezni, illetve hogy fogjuk a jövőbeli kísérleteket előrejelezni. És ugye ez egy nagyon nem triviális kérdés, és a modern természettudomány mondjuk az elmúlt néhány száz év alatt mégiscsak kialakult egy módszer, ami úgy tűnik, hogy jól működik. És akkor megint egy ilyen praktikus hozzáállásunk van, hogyha valami milyen módszer jól működik, akkor azt csináljuk. És ez a módszer, ezt hívhatjuk redukciónak, vagy analízis és szintézisnek, és ez elég jól működik, nézzük meg, hogy ez igaziból micsoda. És akkor ez Newtontól egy idézet, amit most nem fordítottam le, ő fogalmazta meg ezt a redukciós, vagy analízis, szintézis módszert, ami valahogy úgy hangzik a részéről, hogyha szembeállok komplikált dolgokkal, akkor ennek a részletekben menő analízise, az meg kell, hogy előzze azt, hogy komplikált dolgokból összerakok még komplikáltabbakat, és ezért aztán mindig először a részekkel kell foglalkozni, és abból összetenni komplikáltabb dolgokat. Például, hogy engem mozgások érdekelnek, akkor valószínűleg először célszerű a mozgást irányító erőkkel foglalkozni, és úgy általában, hogyha valami következmény érdekel, akkor először az okokat próbálom felderíteni. És hogyha ezeket a részeket, az analízist elvégeztem, akkor egy ilyen szintézis, ezeknek a szintéziséből fog nekem összeállni a komplikált dolog egybe. És akkor ez a sorrend, ez egy ilyen fontos dolog, amit ő itt kiemel. És hát gyakorlatilag ez a fajta hozzáállás az, ami a modern tudományt tényleg elindította, mondjuk lehet számolni mondjuk a 17. századtól körülbelül. És akkor az is ebből rögtön felmerülhet nekünk, hogy miért működik egyáltalán ez a módszer, ez a redukciós vagy analízis szintézis módszer. Ez miért működik, miért jó, miért tűnik úgy, hogy ezzel el tudjuk érni a célunkat, miért van az, hogy tényleg ezzel a módszerrel tudjuk interpretálni a múltbeli kísérleteket, és előre tudjuk jelezni a jövőbenieket. És ez egy baromira nem triviális kérdés, sok mindent itt lehet fölírni, ami ehhez hozzájárul, és amit itt egyetlen egy dolgot szeretnék kiemelni, és az a lokalitás. És úgy tűnik, ez megint nem egy bizonyított dolog, semmit nem akarunk bizonyítani, hanem csak elég sok evidenciát szeretnénk szerezni dolgokra, és elég sok evidenciánk van arra, hogy a világunk az lokális. Hogy valamit vizsgál, amit jelent, az annyit jelent, hogyha valamit vizsgálunk, valamilyen eseményt, vagy jelenséget, akkor az univerzum nagy részét ezt el lehet felejteni. És ennek örülünk, hogy ez a tulajdonsága a világunknak van, mert ez teszi számunkra lehetővé azt, hogy a laborunkat, ahol kísérleteket végzünk, azt egyre jobban tudjuk izolálni a környezettől. Ha nem így lenne, akkor bajba lennénk. És így aztán van értelme olyan dolgokról beszélni, hogy veszek valami kis rendszert, és a kis rendszernek egy valamilyen tulajdonságát nézem egyszerre. És lehetővé válik számomra az, hogy ne mindent tekintsek egybe, hanem részekre bontva a jelenségeket egy aprósággal tudjak egyszerre foglalkozni, és akkor utána, ott a Newton idézetéből véve, ezeket utána szintetizálom, és fogom megérteni a komplikált rendszereket. És akkor ez persze azt is jelenti, hogy a mérési eredményeink, amiket mérünk, ahol éppen vagyunk, az független attól, hogy mi történik néhány galaxissal odébb. És ez a lokalitás, amit a tapasztalataink szerint úgy néz ki, hogy egész jól fennáll, ez talán emlékeztet minket egy, amit korábban mondtunk, de igaziból ez más, mint az, hogy a törvények, amik uralkodnak itt az univerzumban, ezek térben állandók. Ez két külön dolog. Talán egyik kicsit emlékeztet a másikra, de azért ez két külön ügy. És akkor megint megkérdezhetnénk, hogy ez egy szükségszerű dolog, hogy a látható világunk az ilyen lokális, hogy rendelkezik ezzel a tulajdonsággal. És akkor gondolkozunk rajta, és kiderül, hogy ez egyáltalán nem szükséges, elképzelhető lenne, el is tudunk talán képzelni olyan világot, ahol nem ez a helyzet. Például el tudunk képzelni olyan világot, hogy van valami rendszer, az fölszeletelem, próbálom lebontani kisebb részeire, és akkor a komplikált dolgot szeretelem egyre kisebbre, és azt tapasztalom, hogy a kisebb rendszerek azok ugyanolyan komplikáltak, mint ahonnan indultam.
akkor azt próbálom még jobban izolálni, még egyszerű dolgokra lebontani, kapok valamit, és azt láttam, hogy ez megint ugyanolyan komplikált, mint ahonnan indultunk. És tehát el tudnánk képzelni olyan világot, ahol ez a lokalitás nem teljesül, de azt látjuk, hogy a mi világunkban ez valahogy mégiscsak így van. És akkor megint egy ilyen praktikus hozzáállásunk van, tegyük föl, hogy ez fennáll. És ezért, mivel ez egy nem triviális tulajdonság, ez egy erős és nagyon megszorító tulajdonság a mi világunkra nézve. És ennek köszönhető az, hogy ilyesmi gondolatmeneteink lehetnek, ha veszek egy széket vagy egy asztalt, akkor azt megpróbálom megérteni, akkor azt lebontom molekulákra, molekulákat lebontom atomokra, atomokat még tovább bontom esetleg protonokra vagy neutronokra, plusz még persze elektronokra, és akkor utána még ezeket a protonokat és neutronokat még lejjebb bontom kvarkokra és gluonokra. Meg esetleg, ha máshonnan indulok, nem egy székből, meg egy asztalból, akkor más elemi részecskéket is esetleg tudok találni. És akkor ebből gondolhatjuk azt, tehát már ugye Newton is ezt gondolta, hogy az egy jó ötlet, hogyha minket körülvevő világot próbáljuk megérteni, amiatt még egyszer mit értek, azt értem, hogy a kísérleteimnek az eredményeit szeretném interpretálni, illetve szeretném jósolni, hogy a jövőbeni kísérletek mit fognak mutatni. Ehhez egy jó módszer az, hogy a legalapvetőbb építőköveire bontom le a körülöttem levő világot, és ezeknek az alapvető építőköveknek a kölcsönhatásait próbálom valahogy megérteni. És akkor ez egy ilyen fontos dolog, amit még egyszer hangsúlyozok, hogy ez egyáltalán nem kötelező, hogy olyan világba éljünk, ahol ez egy jó módszer. Szerencsénkre, véletlenül a mi világunk olyan, ahol ez egy jó módszer. És ez egy esetleg meghökkentő, vagy nem triviális tulajdonság. És akkor vegyük észre, hogy ennek azért vannak limitációi. Nem arról van szó, hogy ezzel, hogy ez nem mentes a limitációktól. Tehát attól még, hogy dolgokat le tudok bontani apró részekre, és az apró részeket meg tudom érteni jól, ebből még azért nem következik az, hogy az az eredeti komplikált dolog, amit elkezdtem először vizsgálni, annak az összes tulajdonságát azonnal ismerni fogom. Tehát egy néhány atomnak a leírása az egy a menedzselhető dolog, mondjuk 10^8 atom leírása egyben, és annak az összes kollektív tulajdonsága az már nem biztos, hogy annyira egyszerű. Vagy például ennek mentén, hogyha az alap elemi részecskéknek a tulajdonságait elég jól megismerem, akkor ebből közvetlenül nem biztos, hogy ki fogom tudni találni, hogy mondjuk egy homokdomb az mit csinál, vagy egy homokdombnak az összes tulajdonsága. Tehát ott még rengeteg lépés lesz, tehát előbb-utóbb persze ki fogom tudni találni, csak az nem biztos, hogy annyira egyszerű. Tehát az egy dolog, hogy analizálom a részeket, csak utána, amikor a szintézis lépésben próbálom a komplikált rendszer tényleg leírni, az lehet, hogy legalább olyan nehéz lesz, mint az elemi építőköveket megérteni. És akkor, hogy itt el tudjak jutni ahhoz, hogy itt a 21. század elején mikkel foglalkozunk, legalábbis itt a mi csoportunkban, ahhoz hadd legyen itt egy nagyon rövid történeti áttekintés a modern fizikáról. Kezdjük mondjuk akkor ettől a 17. századtól, hogyha már megállapodtunk, hogy onnantól érdekel minket a dolog. Ugye Galilei, Kepler, Newton és satöbbi, gondolom mindenki által jól ismert fizikustól kezdve, az emberek elkezdtek Földön különböző ilyen kézzelfogható testek mozgásaival foglalkozni, utána fölnéztek az égre, elkezdtek bolygók mozgásaival foglalkozni, és ezeket a dolgokat ilyen klasszikus fizikai gondolatmenetek alapján egészen jól megértették, és akkor azok a dolgok, amiket ők ott megértettek, ez mai szemmel már egy olyan kicsit olyan unalmas dolognak is tűnik, de nagyon nem triviális eredmények születtek már akkor, amit egy picit utána gondolunk, akkor tényleg kiderül, hogy nem annyira triviálisak. Például, hogy mikor egy gravitáció itt a terembe, az valahogy egy ugyanolyan dolog, mint az a gravitáció, amit a nagyon messze levő bolygók meg galaxisok éreznek. És akkor ezt már abban az időben elkezdték érteni, hogy ez tényleg így van. És akkor ez a Newton-féle szemlélet, olyan 18.-19. századra
már egészen jól fejlettek, és olyan robusztusak lettek. A robusztusat azt értem, hogy nagyon sok tesztet már kiálltak. Egyébként azt nem mondtam, de persze mindenkinek, tehát hogy nyilvánvaló, hogy ha bárkinek kérdése van, akkor nyugodtan állítson meg, lehet kérdezni, szóval, hogy nem csak a végén vagy ilyesmi. És akkor erre, hogy ezek a modern tudománynak a módszerei, azok mennyire robusztusak és jól, hány tesztet kiálltak, erre a kedvenc példámat hadd mondjam el, ami a Neptunusnak a felfedezése. És akkor pillanatok, akkor menjünk egyel visszább az időben, tehát 1781-ben már az Uránuszt észlelték, és egész jól le tudták írni. Annyira jól, hogy még egy apró, szisztematikus eltéréseket is ki tudtak mutatni az Uránusz pályáján, ahhoz képest, amit a newtoni gravitációból vártak, feltételezve, hogy azok a bolygók léteznek csak, amit már ismertek. És ekkor ezekből a szisztematikus eltérésekből egy Le Verrier nevű egyébként matematikus 1846-ban arra jutott, hogy ezek a pici eltérések az Uránusz pályájában egész jól megmagyarázhatók akkor, hogyha föltételezünk egy újabb bolygót, amit most nem tudom, hogy ő nevezte el, de mindesetre egy újabb bolygót, amit aztán később lett a Neptunusz, aminek a hatása pont az, hogy a korábban észlelt apró szisztematikus eltéréseket okozza az Uránusz pályáján, ahhoz képest, mint hogy csak azok a bolygók lettek voltak, akiket már korábban ismertek. És még ugyanabban az évben a Neptunuszt fel is fedezték, körülbelül egy fokra pontosan ott, ahova a Le Verrier megjósolta. És akkor ez a Le Verrier nevű matematikus ment egy lépéssel tovább, és nézte a Merkurt is. Merkurt nézegette, és 1859-re szintén apró, szisztematikus eltéréseket tapasztalta a Merkurnak a pályáján. És akkor gondolta, hogy hát az előző eljárás az már ennyire jól működött, hogy az Uránuszból kitalálta, hogy van a Neptunusz, biztos itt is valami hasonlóról van szó, és nevet is adott neki, gondolta, hogy akkor biztos van egy új bolygó, a Vulkán, ami ezeket az apró szisztematikus eltéréseket okozza. És akkor kiderült, hogy hát ez nem így van, ugye tanuljuk az iskolában, nincs olyan bolygó, hogy Vulkán, és akkor később, sokkal később derült ki, hogy az általános relativitás elmélet az, ami ezeket az apró eltéréseket adja a Merkur pályájában. Ez persze sokkal később, 60 évvel később derül csak ki. És akkor ez a példa a Neptunusz felfedezéséről, illetve a Vulkán nem felfedezéséről egy nagyon jó példa, mert mutatja azt, hogy körülbelül ezek a fizikai felfedezések és fizikai elméletek hogy fejlődnek. A kezdet az mindig egy nagyon pontos megfigyelés, most vagy kísérlet, vagy megfigyelés, az most mindegy, aminek nagyon pontosnak kell lenni, mert ha nem elég pontos, akkor nem tudunk következtetéseket levonni. Arról van egy elméletünk, amivel ezt interpretáljuk, a newtoni gravitáció. Utána próbálunk ebből dolgokat kiszámolni, hogyha a kísérleteink nem egészen passzolnak az elméletünkkel, próbálunk valamit jósolni, és utána megnézzük, hogy ezek a jóslatok bejöttek, vagy nem. És akkor a Neptunusz esetén ezek nagyon jól bejöttek, a Vulkán esetében nem. És akkor várni kellett sokkal későbbig, míg lett egy olyan elmélet, mert most ideáig ugye ez, mondhatjuk ez inkrementális fejlődésnek, és amikor találkozunk valami olyan jelenséggel, amire ezek a korábban használatos gondolatmeneteink nem nagyon jól működnek, akkor lesznek valami egészen újfajta elméleteink, amik aztán remélhetőleg az összes korábbi dolgot megmagyarázzák, plusz még valami újat is. És akkor, ahogy itt még néhány ilyen apró kis epizódot föl szeretnék vázolni, és akkor az ilyen égitestek mozgásával kapcsolatos dolgok után a következő, talán ami érdekes, az az elektromágnességnek a felfedezése. És az elektromágnességnek egy olyan érdekes tulajdonsága van, hogy talán az első dolog volt, amit nem nagyon láttak az emberek. És akkor el lehet ezen gondolkozni, hogy most akkor a gravitációt azt látjuk, vagy nem. Azt talán gravitáció az annyira hozzászokunk, hogy azt elfogadjuk, hogy van. Akkor utána az elektromágnesség tényleg egy olyan érdekes dolog, hogy olyan hatások van, amit egyáltalán nem látunk. És akkor itt a kulcs figurák föl vannak írva, akik részt vettek ebben. Röviden összefoglalva, ugye 18. században
a mágneses és az elektromos jelenségeket két külön dolognak képzelték el, és ez a Dan Örsted volt az, aki észrevette, hogy az elektromos áram az mágneses teret is tud kelteni. És egy hasonlóképpen szintén kísérleti alapon, az angol Faraday, meg azt vette észre, hogy a mágneses tér időben változik, az meg tud elektromos teret kelteni. És akkor tényleg itt azért ez egy érdekes dolog, hogy amiről itt beszélünk, azok olyan dolgok, amiket nem látunk. Azt látjuk, hogyha egy mágnes kimozdul, de ezeket a elektromos áramot, mágneses teret, ezeket nem látjuk. Úgyhogy ez abban az időben eléggé egy meghökkentő dolog lehetett. És ezek után jött Maxwell, én így az előadásra készülve jöttem rá, hogy egy skót fizikus volt, akinek minden skót családoknak mindenki szeretik, hogyha van valamilyen címerük, ez itt Maxwellnek a címere, és akkor ő 1861-ben mondta azt, vagy gondolta, hogy akkor vegyem az összes kísérleti eredményt, amit elektromos és mágneses jelenségekről ismerünk, és próbáljunk valami konzisztens elméletet gyártani hozzá. Tehát ő most pont azban a lépésnél tartott, hogy vannak múltbeli kísérleti eredményeim, nem igazán értjük őket, próbáljuk meg őket interpretálni. És ahogy próbálkozott ezzel az interpretációval, nem igazán sikerült valamilyen konzisztens, ellentmondásmentes képet, elméletet kialakítani. És akkor hasonlóan ahhoz, ahogy a Uránuszból kitaláltuk a Neptunuszt, ő is mondta, hogy találjunk ki valami új effektust, amit, hogyha hozzáveszünk az eddigiekhez, amit eddig még nem tapasztaltunk, de talán ezzel az új effektussal tudunk valamilyen ellentmondásmentes, értelmes elméletet gyártani. És az új effektus az volt, hogy az elektromos tér időbeni változása keltsen az is mágneses teret. És ezzel az új effektus feltételezésével tudott egy szép, konzisztens elméletet gyártani, ami manapság Maxwell egyenletek néven fut. És ez nem csak, hogy elméletileg volt egy konzisztens, matematikailag értelmes konstrukció, hanem mindenféle fontos fizikai következmények is származtak belőlük. Tehát például, hogy ezek az elektromos és mágneses jelenségek, ezek fénysebességgel közlekednek. Sőt, az a felismerés, hogy az elektromos és a mágneses jelenségek, azok maguk a fény. Tehát, hogy a fény maga az elektromos és mágneses jelenség. És persze az elméleteknek a tesztje, ahogy megbeszéltük, azok valahogy kísérlet kell, hogy legyen. És akkor később Hertz ezeket kísérletileg igazolta is. És ezek után egy viszonylag optimista, eufórikus hangulatba kerültek a fizikusok ugye a 19. század végére. Igen. És ugye ennek az eufóriának az oka az volt, hogy tényleg a kézzel fogható tárgyaknak a mozgása, mechanika, vagy akár messzi csillagok, bolygók mozgása a gravitáción keresztül, sőt az általunk nem látott elektromágneses jelenségek, hogy az általunk látott fénynyel kapcsolatos jelenségek, ezeket mind értünk. És annyira, ez egy ilyen jó érzés, hogy amit elhatároztunk, hogy csinálunk, hogy próbáljuk megérteni a körülöttünk levő világot, hogy ez úgy néz ki, hogy működik, ez egy olyan eufórikus érzés. És annyira eufórikus érzés volt, és annyira egy ilyen optimista hangulatot teremtett, hogy a Michelson-tól 1894-ből egy következő idézetet hoztam, ezt se fordítottam le magyarra, és ő azt mondta, hogy az ilyen egészen alapvető fizikai törvények, amik a világunkat leírják, az már mind föl lett fedezve, ezek annyira biztosak vagyunk benne, hogy jó úton járunk, hogy valami egészen komoly új felfedezésnek az esélye az egészen pici,
És hát persze még finomítani kell az elméleteinket, és valahol a 6., 7., 10. jegy környékén majd mindenféle újdonság fog szerepelni, de azért alapvetően mindent értünk. Ezt nagyon sokan osztották ezt a nézetet, de Kelvin volt az, akit két dolog aggasztott, úgy fogalmaznak, hogy két sötét felhő van itt a fizikusok feje fölött, két apróság, de azért mégis zavaró dolog. Az egyik a feketetes sugárzás, amiről, ha jól tudom, már ugye volt egy ilyen atomoktól csillagok eleadás, tehát akkor azt gondolom mindenki tudja, hogy miről van szó. És a másik, ami meg az Maxwell egyenletekből egy ilyen zavaró tényező, hogy nem találtak semmiféle bizonyítékot az éter létezésére. És ez a két dolog olyan zavaró volt, és erről is volt előadás. Tehát akkor a két fekete fel, vagy sötét felhő, ami az emberek feje fölött volt, akkor mind a kettőről volt előadás, és akkor tudjuk jól, hogy ez a két sötét felhő mind a kettő két egészen új fizikai elméletet eredményezett, és egészen megváltoztatta a világról alkotott képünket. Ugye a feketetes sugárzásból lett a kvantummechanika, és az éter nem léte, meg valahogy a relativitás elméleten keresztül nyert magyarázatot. És akkor persze ez az optimista hangulat egy ideig alább hagyott, de utána megint erőre kapott, mert hogy a relativitás elmélet és a kvantummechanika az mind a kettő nagyon sikeres elmélet lett, volt számtalan kísérleti bizonyíték, szép elmélet, stb. A fő, de akkor ezek szerint ez már mind elhangzott a korábbi előadásokban, ugye a relativitás elméletből tudjuk, hogy a tér meg az idő azok viszonylag hasonló fogalmak, nem annyira különbözőek, mint korábban gondoltuk, és a kvantummechanikában megtanultuk, hogy valószínűségeket tudunk jósolni. Ami persze nem azt jelenti, hogy pontatlanok vagyunk, mert nagyon pontosan tudunk valószínűségeket jósolni. Valamire azt mondjuk, hogy a valószínűsége 39%, akkor az nem 38,5, meg nem 39,5, hanem pontosan 39. Tehát az, hogy pontosan tudunk a dolgokról beszélni, az nem változott, csak amiről beszélünk, az más lett. Most valószínűségekről kezdünk el a kvantummechanika óta pontos jóslatokat mondani. És akkor a 20. század eleje az körülbelül ezekkel a felismerésekkel telt, és a 20. század második felére meg azért az a gondolat is már beérett, hogy mivel szeretnénk az elméleteinket valami egységes keretbe foglalni, a relativitás elméletet és a kvantummechanikát jó lenne egyesíteni, és valami olyan elméletet gyártani, miben ez a kettő egyszerre valahogy él. És ebből született a kvantumtérelmélet, és per pillanat azt gondoljuk, hogy a világ körülöttünk levő megfigyelhető világnak a legjobb leírási módja az minden esetben egy kvantumtérelmélet. Tehát például a korábban beszélt elektromágneses jelenségeknek a kvantumtérelméletet hívjuk kvantumelektrodinamikának, ilyen rádióaktivitással kapcsolatos jelenségek leírására arra is egy kvantumtérelméletet használunk, a gyenge kölcsönhatás kvantumtérelméletét, és például a protonok, neutronok alkotó részei, amik a kvarkok és a gluonok, ennek a kvantumtérelméletét pedig erős kölcsönhatásnak hívjuk, és akkor ez az egész dolog egybe, ami ugye már nagyon sok olyan különálló részből áll össze, amiről régebben azt gondoltuk, hogy különböző. Ez a sok különálló dolog így egy eléggé egységes egészet alkot, amit hívunk standardmodellnek. Tehát a standardmodell az egy ezeket a jelenségeket magába foglaló kvantumtérelmélet. És egy kicsit részletesebben, most nem tudom, hogy van egy mutató, aha. Ez, ja igen, aha. Ez melyik mutat ezzel a... Ja, ez, aha, igen. Tehát, hogy akkor röviden legyen mégiscsak valami képünk, hogy mi az a standardmodell. A standardmodell áll elemi részecskékből, amely elemi részecskék részt vesznek ezekben a kölcsönhatásokban, amiket itt beszéltünk. Elektromágnesesség,
rádióaktivitás, a protonnak meg a neutronnak a belsejében levő elemi részecskék, stb. Tehát egyrészt kell mondanunk egy listát a részecskékről, amik ebben részt vesznek, és kell mondanunk egy listát a kölcsönhatásokról, amik léteznek ezen részecskék között. És akkor ebbe a kis egyszerű, tényleg egy fólián elférő táblázatba tudjuk foglalni az elemi részecskéket, amik a körülöttünk levő látható világot felépítik. Itt van ez a 2x3-as blokk, tartalmaz kvarkokat, az U meg a D az up meg a down kvark, ez az itt a szobában levő tömegnek a túlnyomó többségét valahogy a up kvark meg a down kvarkból álló proton és neutron adja. Ezen kívül vannak még nekünk négy egyéb kvarkunk, és ezek közti kölcsönhatást ez a G-vel jelölt gluon szállítja. És a kvarkokon kívül vannak nekünk még egyéb fermionjaink. Itt van a mindenki által szeretett elektron, muon, tau, és mindegyiknek valami érdekes oknál fogva, mindegyiknek van egy saját neutrinója, elektronneutrinó, műneonneutrinó, meg tauneutrinó, és a korábban emlegetett rádióaktivitásból ismert W és Z részecskét ide rajzoljuk föl, és a elektromágnességből ismert fény, vagy foton, az pedig ide van szépen lerajzolva. És akkor igaziból látjuk, hogy ez a standard modell, bár tényleg hosszú-hosszú folyamat eredménye, hogy a standard modell, mint részecskefizika elméletünk van, de az alkotó részei azok ennyire egyszerűk. Van néhány részecske, van közötte néhány egyéb, ezek a színesek azért színesek egyébként, mert ez mutatja, hogy ők a kölcsönhatásokat közvetítő részecskék. Tehát, hogy vannak olyan részecskék, amiket anyag részecskének gondolunk, és vannak olyan részecskék, amiket meg kölcsönhatást közvetítő részecskének. És plusz még van itt ez a H betűvel jelölt Higgs részecske, amiről majd a későbbiekben még fogok beszélni. Csak valahogy ez dolognak az egyszerűségére szeretném fölhívni a figyelmet. Már az a tény, hogy egy ilyen fólián elfér, ez mutatja, hogy azért nem valami rettentő, bonyolult dologról van szó. Így van. Tehát a Higgsnek a fő tulajdonságéről nem fogok beszélni, mert hogy pont az ugye szerepelt egy korábbi ilyen előadásban. De egyéb tulajdonságairól fogok beszélni. Tehát ez a standard modell, ami ezek szerint a körülöttünk levő világot a lehető legpontosabban leírja, csak néhány paramétertől függő elmélet, gyakorlatilag minden benne különböző szimmetriákból következik, tehát ha úgy tetszik, akkor nagyon esztétikus elmélet, és ami nagyon fontos, hogy a korábban megbeszélt lokalitásból következik a standard modell. Ha a világunk nem lenne lokális, akkor az leíró elmélet az, ami egészen máshogy nézne ki, és nem tudna ennyire egyszerű lenni, mint amilyen egyszerű a standard modell. És amikor azt mondom, hogy ez egy nagyon pontos elmélet, nagyon pontosan leírja a körülöttünk levő világot, az alatt egész konkrétan azt értem, hogy az egyik részecske, amiről itt szó lesz, az elektron, a másik a műon, és annak van egy bizonyos tulajdonsága, ami teljesen mindegy, hogy micsoda, úgy hívják, hogy anomális mágneses momentum, de ez teljesen mindegy, hogy ez pontosan mi. És ezt a tulajdonságot, amit G per 2-vel jelölünk, ezt 12 tizedes jegyre ki tudjuk számolni ebből a táblázatból, ami itt szerepel. Tehát ebből a táblázatból és néhány paraméterből 12 tizedes jegyre ki tudunk számolni valamit, és 12 tizedes jegyre meg is tudunk mérni kísérletből. És ez a kettő 12 tizedes jegyre stimmel. És a műonra néhány tizedes jeggyel kevésbé, de hasonló a helyzet. És ezek közül az első, az elektronnak az anomális mágneses momentuma, ez az összes természettudomány legpontosabb mérése és számolása, amikor ez a két dolog passzol. Tehát nem csak ki tudok számolni valamit, meg ki tudok mérni valamit, ez a kettő ugyanazt adja. És hogy ezt a pontosságot érzékeltessük,
az a 12 tizedes jegy, az körülbelül annak felel meg, hogy egy hangya hogy viszonylik 6 darab kék bálnához. Tehát veszek 6 darab kék bálnát, és az valamilyen esztétikai alapon, ha meg tudnám mondani a 6 darab bálnának, a kék bálnának a tömegét hangyányi pontossággal, akkor lennék ott, ahol a standard modellben vagyunk, legalábbis az elektron anomális mágneses momentumát illetően. És akkor még egyszer mondom, hogy tényleg az a helyzet, hogy szimmetria meggondolásokból tudjuk azt a 6 darab kék bálnának a tömegét hangya pontossággal megmondani. És ezt mondjuk konkrétan 6 darab kék bálna esetén nem igazán gondoljuk, hogy valamilyen esztétikus szimmetria megfontolásból fog következni, hogy ő hangya pontossággal milyen tömegű. És akkor egy pár szót hadd mondjak arról, hogy a standard modell az eddigeken túl miből áll. Tehát akkor amiről szó volt, ez benne van ugye elektromágnesesség, ami a Maxwell egyenleteknek a kvantumtérelmélete. És bár tudom, középiskolában ez a szó, hogy mátrix nem nagyon szerepel, de... Tessék? A filmet azt tudjuk, így van. Tehát elég csak arra gondolni, hogy a Maxwell egyenletekben valahol szerepel egy egyes. És ezt az egyest kicserélem kettesre, akkor hirtelen megkapom a gyenge kölcsönhatás elméletét. És semmi dolgom nincsen, mint ezt a kettest kicserélni hármasra, és abból meg fogom kapni az erős kölcsönhatást, azaz, hogy azokat az erőket, amik a kvarkokat és a gluonokat összetartja, és létrehoz neutront és protont. Tehát egy teljesen triviális, egyenes út vezet a korábban bemutatott, vagy a mindenki által ismert, hiszen látjuk itt a fény, a elektromágnességtől az összes többi, esetleg kicsit komplikáltabb, de mégse ilyen szempontból nem olyan nagyon sokkal komplikáltabb gyenge kölcsönhatáshoz és erős kölcsönhatáshoz. Most pedig hadd szóljak közben. Igen. Azért mégsem annyira egyszerű a dolog, tehát hogyha valaki idejére értene, az első évben ezeket még nem fogja tudni. Legalább a harmadik évig kell várni. Egyenes út, de azért legalább 15 modell diát adtak érte. Így van. És akkor van a korábbi azon a táblázaton, hogy külön egy ilyen kis sarokba volt száműzve szegény Higgs bozon, és ez egy elég különleges részecske. És erről szeretnék egy pár szót mondani, de nem túl sokat, hiszen a DG-nek a korábbi előadásában volt róla szó. Tehát 2012. július 4-ig, ugye ez egy hipotetikus részecske volt, ezt nem láttuk, de 2012. július 4-én a CERN-ben bejelentették, hogy ezt a CERN-beli LHC nevű kísérletben ezt megtalálták, ezt a Higgs részecskét. Az, hogy 5 szigma szignifikancia az mi, az nem annyira lényeges, ha valakit érdekel, akkor el tudom mondani. Ugye azzal kapcsolatos, hogy ugye valószínűségekről beszélünk. Nagyon fontos. Így, igen, tehát ez... És akkor egy gyors, csak hogy lássuk, aki még esetleg nem látta, tehát a CERN-ben van ez az LHC nevű kísérlet, vagy egy gyűrű, Large Hadron Collider, azért LHC, és ebben van kettő fő detektor, vannak még kisebbek, de a két legfontosabb az a CMS meg az ATLAS, lefotózva így néz ki, sematikusan így, illetve a másik az ATLAS szintén lefotózva, a emberek itt jó, hogy itt vannak, lehet látni, hogy mekkora, és akkor itt sematikusan le van rajzolva. Ebből a két detektorban, mind a kettőben külön-külön mérték ki ezt a bizonyos Higgs részecskét, és találtak azóta már százával, ezrével belőle. És akkor nézzük meg, hogy ez a ő Peter Higgs. Igen, és akkor ő is az egyike a Nobel-díjasnak, aki a standard modellben való munkája miatt Nobel-díjat kapott. Tehát, hogy miért különleges ez a Higgs bozon? És az benne a különleges, hogy ez az egyetlen olyan elemi részecske, ami minden koordináta rendszerben ugyanúgy néz ki. Hogyha van nekem egy vektorom, és elforgatom a fejemet, de a vektort nem forgatom el,
vagy pedig én maradok egy helybe és a vektort forgatom el, akkor az valahogy ugyanaz. De lényeg az, hogy a kettő változik. Van olyan, a legtöbb részecske az olyan, hogy van valami olyan tulajdonsága, amihez amit hogyha elforgatom a fejem, akkor az megváltozik. És ez a Higgs részecske, ez egy olyan, amivel nem történik semmi, hogyha elforgatom a fejemet, vagy átmegyek egy másik koordinátarendszerbe. Amit kevésbé érthető módon úgy mondhatunk, hogy egy semleges és skalár részecske. És például a vákum az is egy ilyen dolog, hogy ha valahol vákum van, akkor akárhogy nézek rá, az ugyanúgy vákum. És ebből a jelenségből, hogy ez a Higgs részecske valahogy hasonlít valamilyen szempontból a vákumra, ebből mindenféle problémák fognak jönni, amikre majd később ki fogok térni. És amiről meg a DJ beszélt múltkor az előadásában, az nagyon jó benne, hogy tömeget ad ez a Higgs részecske a többi tömeges elemi részecskének, és ezért örültünk annak nagyon, hogy 2012. július 4-én kiderült, hogy akkor ez valóban létezik. És ezért hívjuk ezt a 2012-t egy ilyen mérföldkőnek, hiszen az utolsó hiányzó részecske a standard modellből megtalálásra került. És így aztán a körülöttünk látható világ valahogy egy olyan, minden korábbi leírásnál egy pontosabb, mind elméleti, mind kísérleti szempontból minél pontosabb leírását kaptuk. És ez a Newton által elgondolt redukció, vagy más szóval analízis szintézisnek egy páratlan sikere, aminek azóta is nagyon örülünk. És nem csak az van, hogy a mostani világunkat tudjuk rettenetes jól leírni a standard modell segítségével, hanem hogy időben visszatekintünk egészen a nagy bummig, az ottani jelenségeket, azokat is majdnem mind nagyon pontosan le tudjuk írni a standard modell segítségével. Egészen pici idővel a nagy bum után, egészen a napjainkig. Ami megfelel ilyen méretskálában, egészen pici skálán, egészen nagy méretskáláig. És akkor itt, ha sikerül, ezt érzékeltetendő, hogy ez mennyire jó ahhoz, hadd mutassak valamit. Egy másodperc. Itt a képnek a bal felső sarkában lesz egy méretskála. Azt majd lehet figyelni, és akkor a végén meg tudjuk nézni, hogy itt mennyi méretskála volt. Aha, most valami nem oké. Úgyhogy egy nagy méretskáláról megyünk egyre kisebb és kisebb skálára. Galaxisok, csillagok. Ki lehet találni, hogy francia készítésű a videó. Pötty, amit látunk, az mindjárt megbeszéljük, hogy micsoda. Tehát akkor emlékszünk-e, hogy a méretskála az mettől ment meddig? 10 a 26-tól 10 a mínusz 17-ig, így van. És hogyha ebbe belegondolunk, ugye 10 a 26-on métertől, 10 a mínusz 17-en méterig, 10 a mínusz 17-nél láttuk azt a három pöttyöt, ami a protont alkotó három kvarkot
volt hivatott jellemezni, vagy bemutatni. Ez ugye 43 nagyságrend különbség, és ez a standard modell, ami az előbb elfért ezen az egy fólián, ez majdnem tökéletesen leírja ezt a 43 nagyságrenden keresztül az összes fizikai jelenséget, amit valaha elképzelni el tudunk, vagy amit tapasztalunk. És ez egy talán meghökkentő dolog. És ezzel kapcsolatban lehet egy déjà vu érzésünk, hogy újra felraktam ugyanazt a idézetet Michelsontól 1894-től, azóta durván mondjuk 100 év telt el, kicsit több, és gondolhatjuk azt, hogy igazából most már mindent felfedeztünk, és csak ilyen apró kis problémás dolgok maradtak hátra, amiket majd egyszer megoldunk, de olyan óriási dolog már csak nem fog történni. De most is, ugyanúgy, mint Kelvinnek volt néhány sötét felhője, ami rettentően zavarta, nekünk is van néhány sötét felhő a fejünk fölött, amiből az egyik pont, amit a DJ mondott, hogy a gravitáció az teljesen ki van hagyva a standard modellből. Azaz, a gravitáció, mint olyan, persze azt tudjuk, hogy van, de a standard modellben nem szerepel, mint kvantumtérelmélet. Tehát a standard modellben minden, amit tapasztalunk, úgy van elgondolva, hogy az olyan kvantumos jelenségnek az eredménye. A gravitációval sajnos nem ez a helyzet. Mert, hogy a gravitáció kvantum elmélete, az per pillanat teljesen ismeretlen. Mindenféle elképzelések vannak, nem írtam itt le semmit, de megoldásaink vagy pontos elképzeléseink nincsenek. Pedig, amiről szintén volt már egy ugye előadás, hogy gravitációs hullámokat most nemrég láttunk már. Tehát igaziból ez az első olyan fontos kísérleti fogódzó, aminek alapján a gravitáció kvantumelmélete irányába talán el tudunk kezdeni valamit csinálni. De egy fontos dolog van, amit a standard modell és a gravitációban, ez két külön dolog, a kettőnek egy metszetéből azért ki tudunk találni, az az, hogy körülbelül 10-19-en gigaelektron volt energián, viszonyításképpen egy proton az egy gigaelektron voltnak felel meg, tehát annál 19 nagyságrenden nagyobb energiaskálán, biztos, hogy a kvantumgravitáció akármi is legyen az egy lényeges dolog lesz, és mivel a standard modellben semmiféle kvantumgravitáció nincsen, ezért ezt mindenféleképpen tudjuk, hogy a standard modell az ezen a bizonyos energiaskálán biztos, hogy elromlik. Tehát az az optimizmus, hogy már mindent értünk, annak valamilyen határa azért biztos, hogy van. De viszonyításképpen, amikor a részecskéket lövöldözzük egymásba az LHC-nál, ott körülbelül 13, vagy kerekítve mondjuk 10 teraelektron volt energiája van a protonoknak, ami körülbelül ugye kerekítve 10^4 gigaelektron volt, tehát onnan még 15 nagyságrendet kéne fölmenni, ami nem túl valószínű, hogy ilyen földi részecskegyorsítókkal menni fog, valami más kísérleti elképzelésre van szükség, de minden esetre ettől függetlenül, hogy látni fogjuk vagy nem, abban biztosak vagyunk, hogy egy ilyen magas energiaskálán biztos, hogy elromlik a standard modell. És itt egy pár dologra a Higgs-bozonnal kapcsolatban ki szeretnék térni, mert ugye a Higgs-bozonnak az a fura, különleges tulajdonsága, hogy a minden koordinátarendszerben ugyanolyan, és hasonlít a vákumra, ez el fog nekünk valami nagyon fontos dolgot mondani erről a bizonyos 10-19-en iszonyatosan magas energiaskáláról, ahol tudjuk, hogy a standard modell elromlik. És gondolom, már különböző előadásokon itt volt az a észrevétel, hogy kvantummechanikában van ez a határozatlansági elv, ami azt mondja, hogy virtuális részecskék a vákumból tudnak keletkezni, eltűnni. Ha rövid ideig keletkeznek, akkor az rendben van. Rövid ideig keletkezik, eltűnik. És ebből tudjuk, hogy a vákum az igaziból nem valami üres dolog, hanem ilyen nyüzsgő virtuális részecskéknek a keveréke. És azt meg a DG-től tudjuk, hogy a Higgs-bozon ad tömeget a tömeges részecskéknek, mert hogy kölcsönhatás van a kettő között. De az is így van, hogy ezek a virtuális részecskék, mert hogy ugye, amiről a DG beszélt, az az, hogy a Higgs-bozon tömegek ad a fizikai, igazi részecskéknek,
De az is igaz, hogy ezek a virtuális részecskék, amik a vákumban nyüzsögnek, azok meg pakolásznak tömeget vissza a Higgs bozonba. És egy technikai okok miatt negatív tömeget pakolásznak vissza a Higgs bozonnak. És az, hogy ez negatív, az a korábbi kis standardmodelles táblázatunkban szereplő, körülbelül itt volt fönt, vagy lent, itt volt ez a 2×3-as kvarkoknak a táblázata, vagy esetleg vissza is lehet oda menni. Ez a bizonyos top kvark, ez a legnehezebb kvark, azt fogja csinálni nekünk, hogy ez egy, emiatt van az, hogy negatív tömegeket pakolásznak vissza ezek a virtuális részecskék a Higgs bozonnak, miközben a Higgs bozon végig repül a vákumon. Szóval ott vákumon megy repülő Higgs bozon keresztül, de mivel ott nyüzsögnek ezek a virtuális részecskék, ezek közül a legfontosabb a top kvark, ő pakolászik bele negatív energiát, negatív tömeget. És mivel végtelen sok ilyen virtuális részecske ugrabugrál a vákumban, ebből valahogy azt kapjuk, hogy ezek a Higgs bozonnak a tömegének valami negatív végtelennek kéne lenni. De persze nem ez a helyzet, mert 2012 óta tudjuk, hogy a Higgs bozonnak van egy ilyen teljesen normális 125 gigaelektronvoltos tömege, és nem egész világos, hogy akkor ez hogy lehet. És akkor itt jön az az észrevétel, amit az előbb mondtam, hogy az egyéb kvantumgravitációval kapcsolatos gondolatmenetből annyit azért ki tudunk szedni, hogy a standard modell csak 10-19 gigaelektronvoltig érvényes. Tehát ezek a virtuális részecskék, ezek ennél nagyobb energiát nem tudnak visszapakolni a Higgs bozonba, hiszen ennél nagyobb energián már a standard modell nem is érvényes. Tehát maximum ekkora járulékot tudnak belepumpálni a Higgs bozonba. És akkor az a helyzet ezek szerint, hogy a Higgs bozonnak van egy kölcsönhatás előtt egy 10-19 plusz 125 geves tömege, utána a vákummal való kölcsönhatás során onnan belerakódik negatív 10-19, és akkor a végén lesz neki az a 125, ami a kettőnek a különbsége. És ez egy elég meghökkentő dolog, ilyennel nem találkoztunk korábban a természetben, hogy 19 nagyságrenden keresztüli számok különbségéből alakul ki az általunk megfigyelt szám. És ezt hívják finomhangolási problémának. És ez a finomhangolási problémát, hogyha próbáljuk érzékeltetni, tehát ez a bizonyos finomhangolási probléma az egyik, azaz, hogy a második sötét felhő, ami zavar minket egy kicsit, nem is kicsit, nagyon, hogy mégse igaz az, hogy mindent értünk. Tehát ez a 19 tizedes jegyre való kiejtés, ez körülbelül annak felel meg, hogy egy hangyának a tömege az úgy alakul ki, hogy veszek egy aszteroidát, abból kivonok egy aszteroida mínusz egy hangyát, és annak a hangyának azért akkora a tömege. És ez olyan meghökkent, ugye elképzelhető, hogy egy iciri-picirit nagyobb aszteroida, mínusz egy kicsit kisebb aszteroida, az pont egy hangya, ez lehet, de olyan meghökkent, olyan zavaró. Nem gondoljuk, ilyet máshol még sehol se láttunk. És akkor egy másik érzékeltetés arra, hogy ez miért meghökkentő, és miért gondoljuk, hogy ez probléma, erre nézzük a következő példát. Képzeljük el, hogy egy országban olyanok az adószabályok, hogyha van egy cég, akinek $1000 alatt van a profitja, akkor nem kell adózni. Ugye ez olyan értelmes dolognak tűnik, ha valakinek kevés a profitja, akkor ne kelljen vesződnie adóbevallással. És akkor például, hogy van egy cég, akinek van $8000 bevétele, van $7500 kiadása, akkor kb. $500-nyi profitja van, és akkor tényleg neki nem kell adózni. És ez semmi furcsa nincsen. Vagy hogyha egy cégnek van $12000 bevétele, van $9000 kiadása, $3000, kettő különbség, annyi profit, akkor azután már kell valamennyit adóznia. Vagy hogy például van $10 millió bevétele, $7 millió kiadása, $3 millió profitja, ezek mind olyan normális, értelmes számok, akkor az a $3 millió dollárnyi profit után kell adózni.
És akkor tegyük fel, hogy ott ülünk az adóhivatalba, és kapunk egy olyan adóbevallást, hogy 10 millió dollár bevétele volt egy cégnek, a kiadása az 9.999.100 dollár, a profit ezek szerint az pont érdekes módon 900 dollár, és akkor ez a cég azt mondja, hogy neki nem kell adózni, hiszen a profit az pont 900 dollár, az pont 1000 alatt van. És ezen egy picit elgondolkodnánk, hogy akkor nincs-e itt valami ravasz dolog, hogy a 10 millióhoz képest pont kijött neki az 1000 dollár alá a profit. Ez persze lehet, nem kötelező, hogy ez gyanús legyen, nem kötelező, hogy itt valami turpisság van, de azért legalábbis ezt gyanúsnak gondolnánk. És akkor ezek után konkrétan a 10-19-es finom hangolás az azt jelenti, hogy egy cégtől kapok egy adóbevallást, hogy 100 ezer kvadrillió plusz 999 dollár bevételem volt, és volt 100 ezer kvadrillió dollár kiadásom, a profitom volt 999 dollár, tehát nem kell adóznom. Ami egyébként ez a pénz, egy 1 millió darab földnek a GDP-je. Tehát 1 millió földnyi GDP-ből generálok 999 dollár profitot, akkor, hogyha tudom azt, hogy pont 1000 dollárnál van az a határ, ami alatt nem kell adózni. És ezt rettenetesen gyanúsnak gondolnánk, hogyha mi az adóbevallásot ott böngésznénk, és ez a rettenetes, gyanús érzés, ami van bennünk egy ilyen esetben, ez az a gyanús érzés, ami van bennünk a Higgs-el kapcsolatban, a Higgs tömegével kapcsolatban. És miért a Higgs itt a hunyó? Hát azért, mert az összes többi részecskével ilyen jellegű probléma nincs. Mert ő volt az egyedüli, ilyen különleges részecske. És azt gondoljuk, ez a gyanús érzés, ez a fekete felhő, ez úgy gondoljuk azt, hogy van valami feloldása ennek. Tehát a standard modellen túl van még valami dolog, amit nem értünk, ami ezt a dolgot megoldja. És ebből egész biztosak vagyunk ebben, hogy valamit még itt föl kéne fedezni. De ez még mindig nem az összes probléma. Van még egy következő fekete felhő, az pedig az, hogy a standard modell... Parancsolj! De akkor konkrét probléma nincs ezzel, csak furcsa és érdekes jelenség, de nem az konkrétan. Így van. Tehát elképzelhető az, hogy ezzel egyszerűen együtt kell élni. Mint ahogy az is elképzelhető, hogy 1 millió földnyi GDP-ből pont 999 dollár profit van. Ugye az is lehet. Pont olyan a cégnek a működése, hogy minden csavart pont kiegyenlít egy 10-19-re egy másik csavar. Ugye ez elképzelhető egy cég esetében is. Itt is valóban ez elképzelhető, de ezért gyanúsnak gondoljuk. És akkor a következő probléma az az, hogy amikor arról beszélünk, hogy azon a 43 nagyságrenden keresztül a standard modell jól leírja a világunkat, az sajnos az derül ki, hogy igaziból az az egész univerzumnak csak egy körülbelül 5%-a. Tehát az univerzumnak a 95%-ára nem vonatkozik a standard modell, sajnos. És annak a 95%-nak a kétharmada az egy ilyen sötét energia néven fut, és egyharmada meg sötét anyag néven. És a... Tehát a sötét oldal, igen, az 95%. Tehát az öt, aminek ilyen rettenetesen örültünk, hogy mindent értünk, az valójában csak 5%-ot ír le. És ebből a maradék nagyobb része, kb. 70%, a sötét energia, az egy kozmológiai állandó nevű jószággal leírható, és ez egy igaziból egy kevésbé misztikus rész. Ami igazán misztikus, az az, hogy az univerzumnak körülbelül a negyede, az micsoda, ami a sötét anyag. Amiről egyrészt tudjuk, hogy van, mert a gravitációs hatásait látjuk, másrészt viszont semmilyen más módon nem látjuk. Tehát például a csillagokból látjuk, hogy jön ide fény, szupernova fölrobban, jön ide egy csomó információ. És ez a sötét anyag, ez egy olyan anyag, amiben az ég egy világon semmit nem látunk, kivéve azt, hogy van egy óriási nagy tömege. Tehát a gravitációs hatásokból tudjuk, hogy ez a sötét anyag van, és igaziból a legelső idevágó észrevétel az már
viszonylag régen megszületett, de utána azért ez precizírozva lett jócskán, sőt, az is kiderült, hogy az eredeti megfigyelés nem is volt annyira pontos, de a lényegen nem változtatott az észrevétel, hogyha megnézek ezt a bizonyos galaxis klasztert, akkor ebben a galaxis klaszteren belül a galaxisok valahogy mozognak, és ebből a mozgásból ki tudom találni, hogy mekkora tömeg van ott. Mint hogy valamit pörgetek, akkor, vagy egy műhold megy a Föld körül, akkor ennek a mozgásából ki tudom találni, hogy mennyi tömeg van ott, ami a Földnek a tömege. A galaxisok mozgásából a galaxis klaszteren belül ki tudom találni, hogy mennyi tömegnek kell ott lenni. Utána megnézem, hogy mennyi az, amit valójában látok, elektromágneses vagy bármilyen a standard modell által leírt módon, és abból meg arra a konklúzióra jutok, hogy ott egy sokkal kisebb tömegnek kéne lenni, és a kettő különbsége ez a bizonyos sötét anyag, amiről nem tudom, hogy mi. Mert veszem a standard modellt, veszem az összes részecskét, ami benne van, egyesével végigmegyek az összesen, és levonom azt a következtetést, hogy egyik se lehet. Mert az egyik lenne, akkor azt látnám valamilyen módon. De nem látom, tehát ez a standard modellen túl még biztos, hogy van valami olyan részecske, amit most így egyelőre sötét anyag részecskének hívunk. És ez is azt mondja nekünk, hogy igazából az univerzumnak az egy negyedét, körülbelül egy negyedét, azt semmilyen szinten nem értjük. Tehát még egyszer, erről a sötét anyagról annyit tudunk, hogy tömege van, más nem. De persze, mivel ez egy elég érdekes probléma, rengeteg detektort építenek, például ez is egy, a Lux, és ezekben a detektorokban folyamatosan próbáljunk elkapni az erre kószáló sötét anyag részecskéket. De egyelőre sajnos ez nem sikerült. Ezek a detektorok jól működnek, de egyik se jelez. Egy kis mutató van rajta, hogy jött erre sötét anyag, vagy nem jött, és azt mutatja, hogy nem jött. De ez persze nem azt jelenti, hogy nem jött erre, hanem csak azt jelenti, hogy nekünk nem sikerült kimutatni. És ez, ami azért baj, mert ha ki tudnánk valamit mutatni róla, akkor el tudnánk azon gondolkodni, hogy vajon milyen egyéb tulajdonságai vannak. És ez a két nagy probléma, a sötét anyag problémája, meg a finom hangolási probléma, ez elképzelhető, hogy összefügg. És vannak mindenféle megoldási javaslatok, tehát itt az ELTE-n is ilyesmikkel foglalkozunk, hogy lehetne a finom hangolási problémát megoldani, hogy valami mi lehet az a mechanizmus, ami ezt egy aszteroidát egy hangyapontossággal megkövetel, hogy mekkora, illetve honnan, hogy lehetne ezt a sötét anyagot valahogy leírni. És akkor per pillanat, tényleg 2016-ban még nem tudjuk, hogy mi a helyzet, hogy egy olyasmi szituációban vagyunk, amikor a Uranusz már megvolt, de a Neptunusz még nem, de már gondoltuk, hogy a Neptunusz van, vagy esetleg egy olyan szituációban vagyunk, amikor a Merkur már megvolt, de gondoltuk, hogy van belőle a vulkán, az ugye nem volt egy sikeres dolog, vagy egy olyan helyzetben vagyunk, ami hasonlít arra, mint amikor a Merkur már megvolt, de utána később az általános relativitás elmélettel gatyába ráztuk, vagy esetleg a többi opció közül valamelyik, hogy van valami zavaró jelenség, és abból valami egészen újfajta szemléletmód és újfajta elmélet születik. És nem tudjuk per pillanat, hogy ezen opciók közül most melyikkel állunk szembe. Hát azt meg pláne nem tudjuk, hogy a harmadik sötét felhő az hogy fog megoldódni, ami ez a bizonyos kvantumgravitáció. Tehát igaziból ennyit szerettem volna itt ma elmondani. Nem igazán tudjuk, hogy mi fog történni az elkövetkező 10-20-30 évben, de talán pont ez ebben az egészben az izgalmas. Köszönöm szépen!